Köszöntöm Önöket, a Pannon Televízió híradóját látják. Ma március 2-a, Henrietta és Apsa napja van. 199 éve született Arany János, író, költő, műfordító, a Toldi szerzője. 147 esztendeje pedig felavatták a budavári siklót. Következzenek a nap legfontosabb hírei, először csak címszavakban. Az új honvédelmi miniszter kinevezéséről tárgyalt ma a szerbiai parlament. Valószínűleg április 24-én tartják majd Szerbiában a választásokat. Egyelőre nem okoz nagyobb gondot a belvízvajdaságban. Hatalmas földrengés történt Indonéziában. Zorán Gyorgyevics, Szerbia új védelmi minisztere, 165 igen és 8 nem arányban szavaztak neki bizalmat a köztársasági parlament képviselői. Alekszandar Vučić miniszterelnök véleménye szerint a kinevezéssel biztosították az ország védelmi rendszerének stabilitását. A frissen kinevezett tárcavezető mesterdiplomás közgazdász tagja a Menszának, beszél angolul és oroszul, valamint elvégezte a nemzetvédelmi iskolát is. A hatalom támogatta, az ellenzék viszont nem Gyorgyevics kinevezését. A VMS képviselői az új miniszter megválasztása mellett szavaztak. Zoran Gyorgyevics mesterdiplomás közgazdász, tagja a Menszának, beszél angolul és oroszul, valamint elvégezte a védelmi iskolát is. Sorolta a köztársasági parlament képviselőinek Alekszandar Vučić kormányfő, hogy miért javasolja az eddigi államtitkárt a védelmi miniszteri posztra. A nemrégiben megüresedett miniszteri fotel betöltése véleménye szerint nemzetbiztonsági szempontból is elengedhetetlen. U nelakoj, u nejednostavnoj situaciji i zbog migrantske krize, ne kažem da će nam bilo šta biti potrebno, ali nikada ne znate da li na bilo koji način je potrebno uključivanje i vojske Srbije i, rekao bih, bilo kakvih efektiva ministarstva odbrane u taj težak i odgovoran posao. Az ellenzék nem vitatta, hogy fontos az új védelmi miniszter kinevezése, miután Bratislav Gašić korábbi tárcavezetőt leváltották egy újságírónő kárára elkövetett szexista megjegyzéséért. Mégsem támogatták Zoran Gyorgyevics megválasztását. Bilo bi bolje da smo to učinili odmah nakon razrešenja ministra Gašića, na taj način bi kandidat Gyorgyevics imao više vremena da se uvede u dužnost ministra, bez obzira na neko četvorogodišnje iskustvo koje imao kao državni sekretar u tom ministarstvu. Ne znamo dakle šta je razlog, da li je bilo potrebno obaviti konsultaciju u SNS-u, da li nije bilo neke jedinstvene procene, odluke i tako dalje, ili su neka druga pitanja bila važnija. A Vajdasági Magyar Szövetség támogatta az új miniszter kinevezését. Elsősorban azért, mert Tomislav Nikolić szerb köztársaság elnök felhatalmazta a védelmi minisztert arra, hogy szükség esetén teljes készültségbe helyezze a katonaságot az ország határain a migráns krízis miatt. Na ovu odluku gledamo kao na jednu preventivnu odluku i svakako je dobro i kada Narodna skupština ne bi imala obavezu nego samo mogućnost da izabere novog ministra odbrane i tada bismo se zalagali za to da imamo ministra odbrane u punom kapacitetu i zbog toga podržavamo ovaj korak da se izabere ministar. Pásztor Bálint hozzátette, elégedettek a kormány munkájával a magyar nemzeti közösséget érintő kérdéseket illetően. Beszéde végén kiemelte, hogy a VMS síkra száll Szerbia euróatlanti integrációjáért, vagyis az ország NATO-hoz való közeledését támogatja. Az előzetes várakozásoknak megfelelően valószínűleg április 24-én tartják majd Szerbiában az előrehozott köztársasági parlamenti választásokat, jelentette be kedd este Alekszandar Vučić. A miniszterelnök szerint azért van szükség az időközi szavazásra, hogy a kormánynak teljes mandátuma legyen a reformok végrehajtásához. 22 meseca sam predsednik vlade Republike Srbije. Čini mi se da ne postoji ponosni čovjek na svetu od mene. 22 hónapja vagyok Szerbia büszke miniszterelnöke. Ezzel a mondattal kezdte a beszélgetést Alekszandar Vučić a szerbiai közszolgálati televízió keddesti műsorában. Elmondása szerint mandátuma alatt több nehéz időszakot is megélt az ország, mint amilyen a 2014-es árvíz, a migránsválság vagy a gazdasági megszorítások. De Szerbia ennek ellenére is jó úton halad. Ezt az irányt kell folytatni a választások után is. Vlada Srbije uputiće pismo predsedniku Republike i mi ćemo ići na izbore. Ti izbori će, ako se ne varam,
poštujući ono što je predsednik Republike rekao, on odlučuje o tom datumu, biti najverovatnije 24. aprila. Alekszandar Vučić arra a kérdésre, hogy melyik párttal, illetve pártokkal lépett koalícióra, röviden úgy válaszolt, hogy olyanokkal biztosan nem, akik Szerbia uniós csatlakozása ellen küzdenek, illetve az országot korábban tönkretették és ismét a múltba vezetnék vissza. A szocialistákkal való együttműködés folytatásáról pedig annyit mondott, hogy eddig sem lett volna rájuk feltétlenül szükség, és hogy majd kiderül, mi lesz ezután. Želim da poručim da mi ne pada na pamet da pravim bilo kakve kompromise zarad ostanka i opstanka na vlasti. Bilo kakve političke ili bilo kakve druge kompromise. Nema kompromisa sa budućnošću Srbije. Vučić a politikai témák mellett arról a szóló humoros megjegyzésekről is említést tett a közszolgálati televíziónak adott interjújában. Szerinte érthető, hogy van, akik úgy gondolják, hogy a csapból is ő folyik. Znam koliko sam dosadio mnogim u Srbiji. Znam koliko sam im dosadio za samo 22 meseca zbog preeksponiranja ili preteranog pojavljivanja. Zato što, kako to kažu klinci sad, ne možeš da otvoriš frižider da ne iskoči Vučić. A kormányfő szerint azonban nem véletlenül szerepel ennyit a médiában, hiszen mandátuma alatt több mint 130 külföldi állam képviselőivel ült tárgyalóasztalhoz, valamint 27 vállalatot nyitott meg, amely összesen 1,7 milliárd euró értékű külföldi tőke beáramlását jelenti. Március 22-én írja ki a tartományi választásokat Pásztor István, a Vajdasági Képviselőház elnöke. Ezt nyilatkozta a VMS elnöke telefonon a Pannon RTV-nek. Elmondása szerint a hét végéig tárgyalni fog a köztársasági parlament elnökével, Maja Gojkovicsal, hogy megbeszéljék, hogy ugyanazon a napon tartsák a köztársasági, a tartományi és az önkormányzati választásokat is. Az általa vezetett Vajdasági Magyar Szövetség a választásokon való szerepléséről Pásztor elmondta, hogy a Vajdasági Magyar Demokrata Párttal és a Magyar Egység pártjával indulnak majd koalícióban. Ez az együttműködés elsősorban az önkormányzati szinteken értendő, országos és tartományi szinten pedig ezek a pártok támogatják majd a VMS listáját, személyekkel vagy a program támogatásával. Pásztor István szerint pártja el tud számolni az előző évek teljesítményével, és a jövőben is a közösség fölemelkedését kívánja szolgálni. Van egy elvi stratégiai megállapodás, hogy a szerb haladó párttal kívánunk együttműködni országos valószínű tartományi és sok önkormányzati szinten, de nem elsősorban azért, mert az ő politikájukat kívánjuk megvalósítani, hanem elsősorban azért, mert ez egyedüli módja annak, hogy a saját politikánkat meg tudjuk valósítani. Zárójelbe szeretném megjegyezni, hogy nagyon-nagyon sok ellenben a két politika nagyon hasonló vagy egybeesű. Ha ma tartanák a köztársasági parlamenti választásokat Szerbiában, akkor a szerb haladó pártot a voksolók 49,4%-a támogatná, a szerbiai szocialista pártot 11,3%, a demokrata pártot 6,4%, a szerb radikális pártot 6%-uk, a szerbiai demokrata párt és a Dveri mozgalom alkotta koalícióra, a szavazók 5,7%-a voksolna, míg a szociáldemokrata párt, liberális demokrata párt és vajdasági szociáldemokrata liga együttesének a szavazatok 5%-a jutna a Faktor Plusz felmérése szerint. Azóta kiderült, nem lesz Európa Párti Egységes Ellenzéki Koalíció. Bojan Pajtić, Boris Tadić és Sadomir Jovanovic nem tudtak erről megegyezni. A közvélemény kutatók 1200 személyt kérdeztek meg. A politikai személyek közül Alekszandar Vučić jelenlegi miniszterelnököt támogatnák legtöbben, szám szerint a voksolók 58%-a, 31%-uk viszont ellenzi őt. Tomislav Nikolić jelenlegi államfőt 26%-uk támogatná, 45%-uk viszont ellenezné. A DP elnöke Bojan Pajtić vezeti a negatív listát, őt a szavazók 10%-a támogatná, 63%-uk viszont ellene volna, hasonlóan, mint Vojislav Sesej esetében. Hétszer kevesebb pénz jut a pártoknak a tartományi választásokon, mint az előző választási időszakban 2012-ben. A pártok idén összesen 63 ezer eurót költhetnek a kampányra, a helyhatósági és a tartományi választásokon, míg legutóbb ez az összeg 450 ezer euró volt. Az idei kampányra szánt pénzt 5 párt között osztják szét, ami azt jelenti, hogy a pártok fejenként 12.600 eurót kapnak. Ebből a pénzből kevesebb, mint 30 hirdetőtáblát tudnak bérelni a pártok.
amelyek értéke 400 euró körül mozog havonta, tehát nem tudják lefedni a Vajdaságban lévő 40 községet. A 12.600 euróból 15.000 plakátot nyomtathatnak, de csak akkor, ha semmi másra nem költenek. A tartományi költségvetésből kapott összeget a pártoknak akkor kell visszafizetniük, ha a vajdasági választásokon nem kapják meg a szavazatok 1%-át. A Demokrata Párt zentai szervezete tiltakozik a szerb haladó párt kiadványai ellen, amelyek a napokban lepték el a községhez tartozó településeket, hangsúlyozták a párt községi szervezetének illetékesei mai zentai sajtótájékoztatójukon. A kiadvány címlapján ugyanis az a szöveg olvasható, hogyan rabolta ki a DP és Bojan Pajtics vajdaságot, illusztrációként pedig több olyan fotó is látható rajta, amelyek a párt elnökét, a vajdasági kormány elnökét nyaralás közben meztelen felsőtesten ábrázolják. Olyan emberjogi előírásokat, nemzetközi előírásokat, illetve a tájékoztatásról szóló törvényt is megszegi, amellyel magánembereknek a magánjogait sérti maximálisan. Itt most történetesen dr. Bojan Pajtisnak a Szívi Szabadságon titokban elkészített fényképeiről van szó. Tudjuk azt, hogy dr. Bojan Pajtics a Demokrata Pártnak az elnöke, illetve a vajdasági kormánynak is az elnöke, tehát közfunkción álló személyiség, akinek az ilyenfajta fényképeknek a megjelentetésével a tekintélyén csorbát tudnak ejteni. Tehát tudjuk azt, hogy az ilyenfajta, és felhívjuk a figyelmet mindenkinek, hogy az ilyenfajta fénykép megjelentetés törvényellenes, és azt is tudni kell, hogy dr. Bojan Pajtics ezért be fogja perelni a szerb haladó pártot. Az eddig lehullott csapadék okozta belvíz egyelőre nem okoz nagyobb gondot Vajdaságban. A növényvédelmi szakmérnök szerint Észak-Bácskában gyakori a talaj és belvíz, azonban a homokvidékeken az gyorsan felszívódik. A mezőgazdászok azonban panaszkodnak, az elmúlt két hónapban 150 mm csapadék hullott. A belvíz visszatérő probléma. 2015-ben nagy gondokat okozott a gazdáknak Horgoson, Martonoson és Kispiacon. A sok csapadék és a talajvíz miatt kertek, udvarok, szántóföldek váltak szinte tavakká. A kaszálók, a nádasok bokáig érő vízben állnak, és az útmenti kanálisok vízszintje is megemelkedett. A homokvidék gyümölcsösei azonban szárazon maradtak. A kishomoki Szabó családnál két éve is károkat okozott a sok csapadék. Idén ismét ezzel küszködnek. Több helyen is gondot okoz a belvíz, ahogy látják, közelebb sem tudtunk menni a szántóföldhöz, ugyanis akkora mennyiségű csapadék áll rajta. A tulajdonosok azt mondják, hogy attól tartanak, lehet az idén nem is lesz termés belőle. A szántóföldeken nem igazán lehet dolgozni. Szeretnénk volna elszórni a műtrágyát is, a gabonákra, de nem mehetünk rá a földekre, mivel hogy akkora károk vannak már. Jó, ez járhatatlanak a földek. Bognár Pásztor Hajnalka, növényvédelmi szakmérnök szerint nem okoz gondot az eddig leesett csapadék. A növényeknek kellett ez a csapadék, mivel hogy a téli csapadék kimaradt, és hát ugye a homokos talaj pedig elég gyorsan át fogja engedni ezt a vizet, úgyhogy nem fog sokáig gondot okozni a növényvédelmi, illetve a más munkálatokban a határban. Hozzátette, amennyiben az elkövetkező napokban nem esik nagy mennyiségű eső, akkor az eddig felgyülemlett vizet felszívja majd a talaj. Bár alig-alig volt tél idén, a tavasz, tehát március mégis téliesen kezdődött több helyen, például Budapest magasabban fekvő részein is havazott a napokban. A Bakonyban még a hókotrókat is be kellett vetni, a legtöbb helyen viszont megint az eső szakadt, az természetesen ismét rossz hír a bel, illetve árvizek miatt Magyarországon. A sok eső nehezíti a belvízi védekezést. Zala megyében 1360 hektárnyi termőterület áll víz alatt, és mintegy 28 000 hektár nedvesedett át. Egybefüggő víz 300 hektáron van. Február 2-a óta folyamatosan folyik a belvízvédekezés Zala megye területén. A kezdeti 460 hektár területet sikerült 300 hektárra csökkenteni. Összesen 7,5 millió köbméter vizet emeltünk át február 2-a óta. Tovább folytatódik a belvízvédekezés, továbbra is másodfokú készültségben vagyunk. Fák állnak a folyóvizében. Ez a sok víz bár úgy tűnik, de nem belvíz, hanem az ártérre kiöntött Bodrog folyó. Víz alatt állnak a padók a Sárospataki Szabadstrandon is, ameddig a szem ellát, vízborít mindent.
A bodrog már előző héten apadásnak indult, de a folyó mentén lakók még félnek attól, hogy a sok esőzés miatt ismét kilép a folyó a medréből. Tartunk azért, mert Tokajt is azt az alsó részét el szokta önteni, és tartanak. Tartanak tőle, hogyha komolyabb, hosszabb tartó esőzés van. Ez pedig már Tisza csege. Itt a Tisza sok helyen szintén kilépett a medréből, átfolyásokat okozott és nyaralókat öntött el. Ezt a mennyiségű vizet csak a kacsák élvezik. Most a jelenlegi látványok alapján egy katasztrófa. Nem csak az áradások, hanem a belvizek is a helyiek életét. Ezt a területet napraforgóval akarta bevetni ez a gazda. Ilyen közepes szintű gazdálkodásnál, mint amit én folytatok, egy ilyen 100 hektáros területén gazdálkodom, mikor ilyen területek esnek ki, ez már viszont komoly kár, komoly. Az utóbbi hetek extrém csapadékos időjárása miatt 11 vízügyi igazgatóság 53 szakaszon tart belvízvédelmi készültséget. 73 ezer hektáron van víz, amiből vetés és szántó 37 ezer hektár. A szivattyúk naponta 9 millió köbméter vizet emelnek át a legkritikusabb területekről. A mai napsütés ellenére folytatódik az elmúlt napokban észlelt csapadékos időjárás márciusban is. Annak ellenére, hogy komolyabb lehűlésre már nem számíthatunk, záporok kísérnek bennünket egész hónapban. A február hónapot Vajdaság szerte a szokásosnál kis enyhébb időjárás és sok csapadék jellemezte. Annak ellenére, hogy nincs zord hideg, még fűteni kell. Skupaj. Csak a tudom, hogy vaj kraj zima. Jedva čekamo, moram priznati, jer ja zimu ni na slici ne volim da vidim, a kamoli u stvarnosti, nego na susreću nema snega. Pa valjda neće da nadoknadi čitavu zimu i da bude mraza i to jer voće je krenulo. A lakosok reménykednek, hogy a tél már nem tér vissza. Ezt Kovács Géza klímakutató is megerősítette. Az eddigi csapadékos idő folytatódik. Március első felére is a változékonyság lesz jellemző. Holnaptól egy újabb légörvény közeledik délnyugat felől, és újabb csapadék várható hónap délután estétől, ami péntekre is jellemezni fogja az időjárást. Fokozatosan szombaton javul az idő, azzal, hogy a vasárnap ismét ilyen hasonló lesz, mint a mai nap. Tehát szárazabb is, azt lehet mondani, viszonylag kellemes. Egyébként ilyenkor március elején a maximális érték körülbelül 8+8+10, a reggeli meg olyan 0 fok körül van. Tehát azt lehet mondani, hogy átlagnak megfelelő lesz az idő. Kovács Géza klímakutató hozzáfűzte, akkor lesz tavasz, ha 5 napon keresztül a hőmérséklet minimum 15 fok felett van, és csapadékmentes az idő. Ilyen időre úgy tűnik március végéig nem lehet számítani. Tehát ha a téli ruhatárat lassan le is cseréljük enyhébb öltözetre, az igazi tavasz beköszöntésére még várni kell. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Vajdaságban 1000 dinárral magasabb az átlagnyugdíj, mint az ország többi részében. A Határtalanul program keretében ismét magyarországi diákok látogattak el Szabadkára. 7,8-es erősségű földrengés rázta meg Indonéziát. A rengés epicentruma Padang városától 808 kilométerre volt. A földrengés Szumátra szigetétől délnyugatra nagyon kis mélységben, mindössze 9,5 kilométerre a felszín alatt történt. Indonézia lakosai attól tartanak, hogy a 2004-eshez hasonló cunami alakul ki. 2004. december 26-án a Richter skála szerinti 9,1-es földrengés nagy cunamit okozott, amely során több mint 150 ezren vesztették életüket, és több mint 1,5 millióan maradtak otthon nélkül. Az Európai Bizottság szerdán elfogadott javaslata értelmében olyan új uniós pénzügyi eszközt hoznának létre, amelynek felhasználásával a következő 3 évben 700 millió euróval segítenék a migrációs válsággal küzdő tagállamokat. Az új tervezet részleteit ma hozták nyilvánosságra. Az első szakértői értékelések szerint ennek az összegnek a jelentős része minden bizonnyal Görögországnak fog jutni, amennyiben az Európai Parlament és az uniós tagállamok jóvá hagyják a bizottsági javaslatot. A brüsszeli bizottság javaslata az emberiesség és szolidaritás elvére építve kíván sürgősségi támogatást biztosítani az unión belül jelentkező problémák megoldására. A támogatás a menekültek olyan szükségleteit biztosítaná, mint az élelmezés, szállás, az egészségügyi ellátás vagy a tiszta ivóvíz. A migránsok új útvonala elkerüli Szerbiát, derül ki a német NTV által készített elemzésből. A macedón hatóságok szigorításai miatt mintegy 10 000-en várakoznak belépésre Görögországnál,
Csak azok a migránsok léphetnek az ország területére, akik minden szükséges irattal rendelkeznek, és az útvonalon található országok nem toloncolják őket vissza. A feltevések szerint a Macedóniát elkerülő útvonal Görögországon, Albánián, Montenegrón és Bosznián keresztül haladhat az EU felé. Ditmir Busati, albán külügyminiszter szerint országon nem fog kerítést emelni a migránsok megállítására. Edi Rama kormányfő szerint pedig Albánián keresztül nem fognak vándorolni a migránsok, mivel nem rendelkezik a megfelelő feltételekkel és lehetőségekkel sem, hogy míg mások falakat emelnek, ők megmentsék a világot. Milo Djukanovic szerint Montenegró is lezárná határait más európai országokhoz hasonlóan. A bosnyák-szerb határon a hivatalos információk szerint nincsenek migránsok, mivel a két ország közötti határszakasz nehezen megközelíthető terepen fekszik. Három dzsihadistát tartóztattak le szerdán Koszovóban, azzal gyanúsítják őket, hogy terrortámadásokat terveztek Szerbiában. A három férfi nemrég érkezett vissza Szíriából, ahol a gyanú szerint kapcsolatba kerültek az Iszlám Állam nevű szélsőséges terrorszervezettel. A koszovói különleges ügyészség közleménye szerint a koszovói állampolgárokat Szíriában először szellemileg készítették fel a terroristák, majd az első frontvonalba küldték őket. Az egyiküket később egy harci egység parancsnokává is kinevezték. Saját gyermekét és saját magát akasztotta fel egy 36 éves szokobanyai nő. A szerbiai város rendőrsége szerint nem anyagi gondok állhattak a gyilkosság hátterében. Az érintettek eltűnését tegnap jelentették be, mielőtt megtalálták a holttesteket. A büntény kedden 11 órakor történt. Ivan a holttestét a családi ház padlásán találták meg, még 8 éves kislánya NM holttestére egy szekrényben bukkantak rá kötéllel a nyakán. Az apa ezzel alatt külföldön dolgozott, ott vállalt munkát, egyelőre nem lehet tudni, mi vezetett a családi tragédiához. A Vajdasági és a Szerbiai Orvostársaság évi közgyűlését tartották meg a tartományi képviselőházban. A tanácskozáson a 2015-ös év eredményeiről, az egészségügy problémáiról, valamint a 2016-os év terveiről is tárgyaltak az orvosok. Kevés orvos, hosszú várakozási listák és agyelszívás. Ezek az egészségügy legnagyobb gondjai. Hangzott el a Vajdasági Orvostársaság és a Szerb Orvosi Társaság évi közgyűlésén. Nagyon nagy problémánk van azzal, hogy betegeinknek mindenhova időpontot kell találni, ami természetesen, hogy az úgy működik, de egyszerűen nem lehet telefonon elérni a központokat, nagyon hosszú idő után kapnak dátumokat, sokszor azt kérik, hogy jöjjenek le Újvidékre vagy Belgrádba bejelentkezni személyesen. Dr. Dragan Dankuc, a Vajdasági Orvostársaság elnöke szerint a műtétekre és a vizsgálatokra kialakult hosszú várólisták egyik oka az is, hogy a harmadfokú egészségügyi szolgáltatások túl vannak terhelve. A primárna zdravstvena zaštita i sekundarne institucije u Vojvodini urade svoj deo posla, a samo oni pacijenti koji zaslužuju visoki nivo zdravstvene zaštite u kliničkom centru Vojvodine i ostalim institutima, da jednostavno oni budu pacijenti koji čekaju za tu uslugu. Sa tim bi se rasteretili lekari koji rade u tercijarnoj zdravstvenoj ustanovi, a pacijenti ne bi čekali puno u odnosu na datum kada su se prijavili za pregled. Dr. Branislava Bélić, a tartományi képviselőház egészségügyi és szociális kérdésekkel megbízott alelnöke elmondta, a szakképzett munkaerő elvándorlása, illetve az elavult felszerelés is hozzájárulnak a várólisták kialakulásához. Hozzátette azonban, hogy komolyan dolgoznak a probléma megoldásán. Radi se, već je nešto počelo, pre svega da se vrše nabavke, vi ste obaveštavali o tome i vezano za sočiva, za recimo operacije katarakte i vezano za recimo preglede, da li su u pitanju magnetna rezonanca i ono što je ključna tema, to su zračenja gde se jako dugo čeka. Vi znate da svi mi na teritoriji ne samo Vojvodine i Republike Srbije imamo dosta staru opremu i opremu koja ima neki svoj vek trajanja. A közgyűlés végén kiosztották a 2015-ös évre szóló, kimagasló tudományos eredményekért járó díjakat is.
Testzsír és vérnyomásmérés, tüdőkapacitás és szívműködés vizsgálat, egészség, életkor számítás, életmód tanácsadás, valamint hát, váll és nyakmasszázs is várta az érdeklődőket Adán a Vajdaságért Alapítvány által életre hívott egészségnapon. A vérnyomását mérik ennek az idős hölgynek az Adai Színház terem előcsarnokában megtartott egészségnapon. A vérnyomása ugyan magasabb a megszokottnál, de összességében igen jó egészségnek örvend. Megyek gyalogolni reggelente körülbelül egy óra hosszát, 6-7 óráig, és akkor az étkezésre is igyekszem, nem vagyok teljesen vegetáriánus, de igyekszek zöldségeket, gyümölcsöket nagyon sokat enni. A mozgásszegény életmód azonban sokaknak okoz problémát. Főleg a mozgásszegény életmód az, ami nálam negatívan hat a súlyomra, a közérzetemre, sok minden másra, de nem nagyon jut időm a mozgásra. A vizsgálatokat az Eleki Életmód Központ szakemberei végezték, akik igyekeztek hasznos gyakorlati tanácsokkal ellátni a látogatókat, különös tekintettel a testzsír csökkentésére. Mindenkit bátorítottunk, hogy több zöldségfélét fogyasszon és több gyümölcsöt, tehát amiben végül is sokkal több rost van és kevesebb olyan kalória, ami ezt a zsírt fönn tudja tartani a szervezetben. Az Eleki Életmód Központ célja az egészséges életmód népszerűsítése a lakosság körében. Tapasztalatunk az, hogy nem élünk egészségesen, úgy általában véve, a lakosság egészét véve, de ezen lehet változtatni. Ehhez, ahogy korábban is mondtam, gyakorlati segítséget kell nyújtani. Az Életmódközpont szakemberei a 8 alapelvre való fokozott odafigyelés fontosságára hívták fel a figyelmet, amelyek között meghatározó szerep jut a levegőnek, a napfénynek, a vízfogyasztásnak, a mozgásnak, a táplálkozásnak, a pihenésnek, a mértékletességnek és a lelki nyugalomnak is. Vajdaságban az átlag nyugdíj 24.185 dinár, ami mintegy 1000 dinárra több az ország más részeihez képest. A tavalyi év végén Szerbiában összesen 1.735.942 nyugdíjas tartottak számon, közülük Vajdaságban 424.956-ot. A nyugdíjak országos szinten átlagosan 23.466 dinár tesznek ki. Vajdaságban az átlag nyugdíj összege Újvidéken a legmagasabb 28.062 dinár körül mozog. Újvidék után Verbász és Pancsova szerepel a sorban, ezeken a településeken 25.000 dinár körüli az átlagnyugdíj. Hódságon a legkevesebb, ott ugyanis a 6.780 nyugdíjra jogosult személy átlagosan 21.076 dinárt kap. Magyarkanizsa 6 utcájában folynak a munkálatok a régi aszbeszt, cement, vízvezeték, csövek cseréjén. A beruházáshoz a tartományi nagyberuházási igazgatóság több mint 15 millió dináros támogatást nyújtott. A városban mintegy 2 kilométer hosszúságban kerülnek korszerű polietilén vízvezeték csövek a földbe. A múlt század 80-as éveiben lefektetett aszbeszt cement csövek már nem biztosították a megfelelő minőségű ivóvizet a polgároknak. A beruházás fedi a lakóházakban becsatlakozó csövek cseréjét is. A vízvezeték hálózatnak a rekonstrukciója, vagy legalábbis felújítása tovább fog folytatódni, mert a nagyberuházási alap segítségével a Zentei utcába húzódó fő vízvezető csőnek a cseréjére is a közeljövőbe sor kerül. Az igazgatóság 2,5 millió dináros támogatásából valósult meg a Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény főépülete nyílászáróinak cseréje is, ami jelentős energia megtakarítást eredményez. Nem húzatosak a termek, és persze, hogy esztétikailag is sokkal szebb az épületünk, de ez biztos, hogy egy-két hónapon belül kimutató lesz, hogy sokkal kevesebb lesz a gázfogyasztás. A magyarkanizsai község óvoda hálózatából már csak a helyi Pittypang és a Horgosi óvoda épületében kellene kicserélni az ajtókat, ablakokat. Ilyen pályázat minden bizonnyal ebben az évben is meg fog jelenni az oktatáshoz kötődően, és természetesen az óvodák is pályázhatnak. Gondolom, hogy mivel nem túl nagy összegekről van itt szó, az említett épületekre is pályázhat a Gyöngyszemeink óvoda.
A beruházást megtekintő Nebojsa Malenkovics, a tartományi nagyberuházási igazgatóság igazgatója elmondta, hogy a tartomány csökkentett költségvetése miatt az idén elsősorban a már megkezdett beruházásokat fogják támogatni. Huszonhét magyarországi diák látogatott el Vajdaságba a Bósza Milicevic közgazdasági középiskolába a magyarországi határtalanul program keretében. A diákok a budapesti Varga István kereskedelmi közgazdasági szakközépiskola és szakiskola tanulói és 5 napot töltenek Szabadkán. A közös program keretében szakmai tapasztalatokat, új barátságokat köthetnek a fiatalok. Idén 6. alkalommal szervezik meg a Határtalanul programot. 27 diák látogatott el Szabadkára a Bósza Milicevic közgazdasági középiskolába. 5 napot töltünk Szabadkán. Ennek a programnak a keretében egy projektet hajtunk végre, amelynek címe Nemzeti termékek a szomszédból. A program célja egyébként az, hogy erősítse az együttműködést a hazai és a külföldi, a határon túli magyar tanítási nyelvű szakképzőiskolákkal, és így egy közös projektet fogunk végrehajtani. A program lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy határon túli magyar fiatalokkal megismerkedhessenek, és szakmai tapasztalatokat is szerezzenek. Igazából olyan termékeket keresünk itt, ami magyar termék, de Magyarországon nem kapható és forgalmazható legyen. Egy műhely munka keretében az 50 legjobb magyar borász egyike, a hajdújárási Maurer Oszkár előadást tartott a diákoknak a vajdasági borvidékről, borokról. Nagyon sok érdekes programot csinálunk közösen, meglátogattunk tanyát, voltunk borpincészetben, nagyon szép volt. A diákoknak lehetőségük van megismerni Szabadkának és környékének ismert helyeit. Többek között ellátogatnak a Palicsi állatkertbe, különböző pincészetekbe és a Szabadkai Népszínházba is. A Határtalanul program keretében a Bósza Milicevic közgazdasági középiskolának 27 diákja fog áprilisban Budapestre látogatni, a Varga István kereskedelmi és közgazdasági középiskolába. Bemutatták a Nemzeti Tanácsok és a Kultúra 2 tanulmánykötetet ezúttal Szabadkán. A kötet azzal a céllal készült, hogy több szemszögből is megvilágítsák a nemzeti közösségi kultúra különböző területeit, így megkönnyítve a kisebbségi akcióterv meghozatalát. Ismert szakemberek összesen 16-an írtak a kötetben. A szerkesztők Duskó Radoszávjevics, Miroszláv Kevesdi és Vukasinovics Éva. Most, amikor készül az a kisebbségi akcióterv, akkor egy ilyen tanulmánykötet is hozzá tud járulni ahhoz, hogy esetleg más megoldások szülessenek. Különben a Tartomány Ombudsman Intézménye követte a kisebbségi akcióterv meghozatalát, ugye ezt az egész folyamatot, és nagyon sok, hát úgy mondja, hibát találtunk az akciótervben. Egyes témák itt is kidomborítottunk ebben a tanulmánykötetben, úgyhogy remélem, hogy figyelembe veszik, mert ez nem csak elméleti szinten foglalkozik a kultúrával a nemzeti tanácsokban, hanem gyakorlati megoldásokat is ad, és valóban gyakorló jogászok is írtak ebbe a tanulmánykötetbe, ami nagyon fontos. Magyar játékvezetők is fújják a sípot az idei labdarúgó Európa-bajnokságon. Kassai Viktor és segítői is Franciaországba utaznak. A stábtagjai Ring György, Tóth Vencel, Albert István, Bognár Tamás és Farkas Ádám. Az Európai Szövetség, vagyis az UEFA már decemberben közzétette a 18 vezetőbíró névsorát. A teljes stábokat most jelölték ki. Kassai és asszisztensei június 6-án utaznak a torna helyszíneire. Előtte közös felkészülésen vesznek részt. A június 10-én kezdődő Európa-bajnokságon összesen 51 mérkőzést rendeznek, a magyar válogatott 44 év után szerepelhet ismét az EB-n. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Az új honvédelmi miniszter kinevezéséről tárgyalt ma a szerbiai parlament. Valószínűleg április 24-én tartják majd Szerbiában a választásokat. Egyelőre nem okoz nagyobb gondot a belvíz vajdaságban. Hatalmas földrengés történt Indonéziában. Köszönjük figyelmüket, híreinket, bejátszásainkat megtalálják a pannonrtv.com oldalon. Maradjanak továbbra is velünk, a viszontlátásra!